Elég volt. Ezzel a szlogennel szerveztek a kocsordiak félpályás útlezárást a 49-es számú főúton, a település belterületén. A néhány autóból álló útakadály mellett rendőrök irányították a forgalmat. A község polgármestere azt mondta, legalább egy évtizedes problémáról van szó, amiből most lett végleg elegük a helyieknek. Elég volt a napi 13-18 ezer autóból, elég volt a veszélyes életkörülményekből, elég volt a balesetekből, elég volt abból, hogy leamortizálódnak a főutainkon lévő épületek, teljes mértékben károkat okoznak, nem lehet közlekedni, a gyermekeink életveszélyes állapotban vannak, és ezek után fel szeretnénk emelni a szavunkat itt Kocsordon, legfőképpen a megyében és egész Magyarország területén, hogy nekünk ebből elég. A főúton lakók is egyetértettek a demonstrációval. Azt mondják, a forgalom idő előtt tönkreteszi a házaikat, a településen áthaladó autók miatt pedig éjszaka sincs nyugalmuk. A főúton lakom, igen, nagyon meg volt repedve, de most újítottam fel. Le kellett hálóznom kívülről, leszigetelni a házat, ablakokat ki kellett cserélni műanyagra, mert falbaknál kezdtem felújítani a házat, és abszolút nem lehetett éjszaka aludni, nem lehet kinyitni az ablakot éjszaka, hogy az ember normális friss levegőben tudjon éjszakát aludni. A demonstráció alatt hosszú dugók alakultak ki, de a legtöbben nyugodtan várakoztak a tűzőnapon. Egy kocsordi autós azt mondta, őt nem zavarja, hogy várnia kell néhány percet. Sokkal inkább zavarja, hogy még mindig nem épült meg az elkerülő út. Tarthatatlan ez az állapot. Napi 15-18 ezer autó, ez nem lehet élni egyszerűen, nem lehet pihenni. Életveszélyes a kerékpárúton akár sétálni, akár biciklizni. A demonstrálókkal szemben az áthaladók is megértők voltak. Őket a szervezők szórólapokkal világosították fel arról, hogy miért tartják fel a forgalmat. Egy idősebb házaspár szerint már évtizedek óta hatalmas az átmenő forgalom a településen. Ők korábban Kocsordon átjártak Mátészalkára dolgozni. A céllal, a lezárásra, a demonstrációval is egyetértünk, mert én itt hosszú évtizeden keresztül jártam be Mátészalkára dolgozni, és itt ami forgalom van, az rettenetes volt, amikor 17-18 kamion jött velem szemben, míg én mentem Szalkára, vagy ha jöttem hazafel, akkor úgy szintén vissza szembe velem. Úgyhogy ez a forgalom itt, ez rettenetes. A szervezők a demonstrációval azt szeretnék elérni, hogy minél hamarabb elkezdődjön az M49-es gyorsforgalmi út megépítése.